Kordiális üdvözlettel köszöntelek az ASA Fényképészet csatornáján. Ez a videó egy spontán POV videó lesz. Láttam Facebookon egy eseményt, a mozgás éjszakája, érdekesnek ígérkezik, úgyhogy úgy döntöttem, hogy kimegyek fotózni, és megmutatom ezt nektek egy videó formájában. Ragadjatok popcornt, sziszentsetek egy sört vagy egy bambit, és élvezzétek a képeket. Szóval Budapest éjszakai mozgásnap, vagy nem is tudom pontosan mi a neve az eseménynek. Itt lesz a Városligetbe, vagyis hát van. És most a Hősök tere felé tartok. Megnézzük, hogy tudunk-e pár jó shotot szerezni itt is. Netes lesz éjszaka mozgást fotózni. Ugye a shutter speeddel nem tudok túlságosan lefele menni, mivel be fognak mozdulni az emberek. De megnézzük, hogy meddig tudjuk pusholni az izót. Continuous high-ba lövök, hogy több csatom legyen. Ott a víz felszínén már láttuk is csónakokat. Úgyhogy megnézzük, hogy mi van arra. Bár nem tervezem egyébként, hogy végtelen számú képet készítsek az este során, úgyhogy inkább le is veszem Continuous Low-ra. Így lassabban fogja pörgetni a frémeket. Megnézzük, hogy elég lesz-e. Ezzel a tükröződéssel ez egy jó shot lesz. Nem tudom, mennyi fog a csónakból látszani. Ezzel a 85 mm-rel. Várunk egy kicsit. De jön egy szápos. Biztos nem látjátok, de jön egy szápos. Ugye mondd, hogy meglett. Nem tudom, hogy látjátok-e, de ez nekem tetszik. Jó. Megérte kijönni. Már úgy vagyok vele. Azért még várunk egy kicsit, hát ha érkezik. Hát ha érkezik még egy shot. Ki vagyok száradva. Szapposunk visszafele. Igen, hát az autofókusz az nem biztos, hogy őt találta meg. Hi-hi-hi, jó. Jó, jó. Tetszik, amit látok. Ahhoz a világító csónakhoz messze vagyok. Ezzel a 85 mm-rel. Ami ugye bar croppon nagyobb. Meg kell szorozni 1,5-tel a Sonyn. De még így is. Így is messze vagyok. Menjünk közelebb. De még mielőtt közelebb megyünk, itt van a Néprajzi Múzeumnak az új épülete, ami elég szikre sikerült. Itt egy kicsit sok lesz a 85 mm-em, de igazából ezt csak meg akarom csekkolni. Későbbi fotózást tervezek itt. És elvileg itt is volt valami esemény. Nem tudom, hogy fel lehet-e még menni. De megnézzük. Oh yes. Oh yes. Ez itt elég csecse. Egy subject. De nincs ember. Csapjunk föl.
És... Got it. Got it. Ez az. Jó, zsáv fel a tetőre. Hű. Ez elég tripi-tripi. Csak nem középütt. Volt az emberem. Kicsit nehéz. Marcelinho. Jó, hát nem gondoltam volna, hogy ilyen faszasátokat fogok itt fönn találni. De hát ez a szép. Ez a szép. Landscape-et nem hiszem, hogy fogok most találni, ami jó. Talán egybefutnak a vonalak. Nézzünk rá. Még lentebbről. Belerakjuk a másik oldalt is. Tánci. Lesz a spot. Már még lehet, egy kicsit magasan is vagyok. Fér bele a sárkányra, jó, a 85-ösönbe, menjünk le, menjünk le.
Okay. Hát zaj az van, de ugyebár éjszaka, elég magas izó. Ugyebár autóizón vagyok, maximum 3200-as izó. Hát igen, az élesség azért az necces. Ez egy kicsit jobb lett. De nem az igazi. Az előbb annyi hajós volt, bazdmeg, most meg senki nincs. Ó. Bocsánat. Nem azért, de mindenki ugye mellényére. Ennyi fért bele ebbe a mai videóba, ha tetszettek a képek, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a csengőt is, hogy értesüljetek a további videóimról. Köszönöm, hogy megnézted, áldás békesség, a viszontlátásra!